Visszatért a képernyőre az M2 gyerekcsatorna alsó tagozatosoknak szóló természettudományos ismeretterjesztő sorozata. A Derítsük ki új évadában ismét izgalmasabbnál izgalmasabb kérdésekkel halmozzák el a gyerekek az ifjú tudóst. Kuta Tóbiás a világ legokosabb földigi listájával, Tudor kukaccal együtt tered nyomába a mindennapok rejtélyes jelenségeinek. A 10 részes széria nyitó epizódját szombaton vetítette a csatorna. Erről szól a beszélgetés, amíg gyakorlom a 10 részest. Így van, vendégeink Kuta Tóbiás, azaz Jerker Balázs színművész és Völgyi Balázs a műsorrendezője. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt. Egy picit akkor talán így bevezetésként, hogy mivel is várjátok a fiatalokat az új évadban, akkor talán Tóbiáshoz fordulnék, hogy mivel készültél, mivel készülsz? Hát, hogy mivel készültünk? Azzal készültünk, hogy tavaly ugye leforgott 16 rész, és újabb 10 résszel vagyunk szerencsésebbek, hogy újabb 10 részt készítettünk a Balázzsal, illetve a Mónikával. Azt gondolom, hogy ez a következő 10 rész talán izgalmasabb is, vagy inkább azt tudom mondani, hogy minden egyes rész, amikor forgattuk napról napra, talán olyan, mint amikor az ember eszik egy jó ételt, és minden egyes falat jobban ízlik, mint az előző. Nekem valahogyan ez az újabb 10 rész is így zajlott le, hogy ahogyan mentünk előre, ugye kifogyhatatlan a téma, tehát hogy mindig valami újjal, valami meglepővel, valami újdonsággal rukkoltunk elő, és azt gondolom, hogy a tavalyi 16 résznek a tapasztalatából kiindulva még otthonosabban mozogtunk, mind a díszletben, mind a közös munkával kapcsolatban, tehát amikor megtudtam én legalábbis, hogy lesz újabb 10 rész, akkor alig vártam, mert tudtam, hogy ugyanolyan gördülékenyen fog menni, mint az előző 16, tehát ez a 10 szerintem megint legalább ugyanolyan jó lett, mint az előző 16. Vannak változások az előző évadhoz képest egyébként? Hát mondhatnám azt, hogy hosszabb lett a szövegkönyv, tehát nekem nehezebb volt megtanulni, de egyébként nem azon kívül, meg pont emiatt, hogy hosszabb lett, emiatt azt gondolom, hogy még sűrűbb lett, még több izgalmat tudtunk beletenni, még inkább fókuszba helyeztük a különböző helyszíneket, ugye itt gondolok a barangoló masinára, gondolok a kukucskálóra, gondolok itt a varázsszekrényre, a tudorkukaccal való kapcsolat, viszony, meg hát ugye az, ami talán a legnagyobb meglepetés, remélem nem is lövöm le, hogy ugye gyerekek is lesznek most jelen pillanatban egy-egy epizódban, illetve ha jól tudom, akkor egy epizódban. A ugye tavalyi volt győztesek. Igen, igen, a Derítsük kihívásba, ugye, akik megnyerték, ők voltak olyan szerencsések, illetve hát mi is voltunk olyan szerencsések, hogy velük forgathattunk együtt. És lesznek új szereplők is, ha jól tudom, Tudor Kukac családtagjai is benne lesznek már a műsorban. Bizony, gondolom, nem árulok el titkot, hogy Tudor Kukac anyukája, testvére, sőt, az egész família szerepel az adásban. Nagyon könnyű volt velük is dolgozni, abszolút. Beilleszkedtek a csapatba. Teljes mértékben otthon érezték magukat. Egyébként a rendezői koncepció változott valamit az előző évadhoz képest, vagy ahogy Balázs is mondta, hogy már otthonosan mozogtok a díszletben, és hogy megvolt a rutin. Nem, tulajdonképpen maradt a koncepció. Azt persze láttuk az első évadból, hogy mi az, ami működött, mi az, ami abszolút vicces volt, ami tényleg jól jött ki poénként. Arra ráerősítettünk, tettünk bele új dolgokat, például bekerült a díszletbe egy kis monitor, ahol a Tudor Kukac néha megjelenik, így van, hogy Balázs abszolút figyelje minden kérdésre, ezért bekerült egy lámpa, ami abszolút idegesítően néha megszólal, így akkor rögtön tud válaszolni a kérdésekre. És hát megpróbáltunk még mozgalmasabbá, még dinamikusabbá tenni az egészet. Ebben a műfajban mire kell odafigyelni? Ugye egy gyerekeket szólítotok meg, azt a korosztályt, aki egy picit hozzá van szokva ehhez a nagyon gyorsan változó, nagyon dinamikus képi világhoz, a TikTokhoz, a telefonon nézett különböző videókhoz. Mire kell figyelni, hogy ez izgalmas legyen nekik? Pont ezekre, tehát hogy valami ilyen tartalmat állítsunk mi is elő, és remélem sikerült, mert az első évadban is ez abszolút egy ilyen alapkoncepció volt, hogy gyors legyen, dinamikus legyen, ne üljön le soha a maga a történet, vicces legyen, ugye.
És hát remélem, hogy sikerült a második évadba is ezt előállítani, de pont ezért, hogy a gyerekek ne kapcsoljanak el, nézzék, és csinálják meg a kísérleteket. Meg bocsáss meg, meg szerintem az is nagyon fontos, hogy magában kutatóbiás, mint karakter is egyébként hőfokában nagyon fönt van, tehát ő is olyan, hogy egyfolytában valamit ki akar deríteni, valamit meg akar oldani, valami kérdés. Nyugodtan valljuk be, túl mozgásos, tehát nem ilyen baj. De testhez álló, ezért azt mondom, hogy testhez álló a szerep. Igen, valami ilyesmit akartam mondani, és ezt abszolút jó hozta. Igen, ő karakterben van. A teljes mértékben. Mindig. Egyébként benned megvolt ez a természettudományos érdeklődés korábban is, vagy ezt te is tanulod a műsorban? Hát egyrészt csak még egy mondattal, és ez talán hajaz erre a kérdésre is, hogy szerintem akkor lesz nagyon izgalmas a gyerekek számára is, hogyha a számomra is érdekes. Tehát ha én is úgy tudok róla beszélni, mintha először hallanám, mintha én is ott abban a pillanatban fedezném föl ezeket, vagy deríteném ki ezeket a kérdésekre a válasz, vagy éppen a kísérletekkel, vagy éppen, hogy hova utazzunk el, vagy amilyen kérdéseket fel tudnak tenni a gyerekek, mert az tényleg... Most magamra gondolom, én abszolút laikusként tudnék kérdezni egy ilyen műsor, mert a fizika és a kémia nem tartozott a kedvenceink közé, ezek a legjobb kérdések. Én abszolút outsiderként lennék ott. De ezek a legalapvetőbb kérdések is egyébként, hogy nem is tudom, most talán az előző évadból jut eszembe egy nagyon, hogy miért nem teszünk be egy palackvizet mondjuk ugye a jégszekrénybe, és akkor mindig gondolkodtam, hogy fogalmam sincs, hogy ez miért van, és erre is nagyon egyszerű, tehát hogy olyan apróságok vannak, amikre fölteszik a kérdést, hogy igazából valamiért sosem gondolkodtam, de tök érdekes, hogyha ezt most így megválaszoljuk. Azt hogyan választjátok ki, illetve először is, hogy milyen témákkal foglalkoztak, milyen konkrét kérdésekkel foglalkoztak ebben az évben, mert ezt lehetett tudni, Balázs. Hát Mónika, mi remek szerkesztőnk. Ezt ő választja fantasztikusan ki? Tudja kiválasztani a témákat, sokat dolgozik vele. Az alap motto az nem változott, tehát nincs értelmetlen kérdés. Úgy nagyjából így körbejárjuk a körülöttünk zajló életet. Tehát meleg, hideg, ásványok, föld fölött, föld alatt, tehát hogy mindenhova elmegyünk az állatokkal kapcsolatosan, a növényekkel, úgyhogy igazából szinte minden olyan témával foglalkozunk, ami a gyerekek számára is érdekes, és külön mindenki szerintem rá tud kapcsolódni, mert ugye az még szerintem szerkesztőileg talán egy nagyon szuper dolog a műsorban, hogy mindenkinek megvan ez alatt a 11-12 perc alatt, ugye, nagyjából annyi egy rész. Néha 13. Néha 13. Hogy tehát valaki kifejezetten a kísérletet várja talán, hogy abból mit fog a kutatóbiás meg a tudorkukac kihozni, valaki éppen arra, hogy a barangoló masinával éppen hogyan fogunk elutazni mondjuk az emberi szembe, vagy az emberi testbe, vagy a világ másik oldalára, vagy éppen a kukucskálóval éppen milyen szafariba megyünk el, milyen állatot nézünk meg, legyen az kicsi, nagy, emlős, nem emlős, hal. Tehát mindenki szerintem nagyon, nagyon jó fel van osztva, hogy mindenki megtalálja a maga kedvencét. Vagy hát a legjobb, hogyha az egész részt imádja. Legyen így, legyenek minél többen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük.